A szakképzési rendszer átalakításáról volt szó hétfőn délután a Városháza dísztermében. A rendezvényen elhangzott olyan horderejű változásról van szó, ami alapjaiban változtatja meg a szakképzési rendszert. A tájékoztatóra a pedagógusokat várták. A szakmák és az intézményrendszer is átalakul a következő tanévre. Az érettségit adó képzés technikum néven fut tovább, ez 5 éves képzést jelent. A szakmai oktatás pedig szakképzőiskola lesz. Az átalakulás átjárhatóságot tesz lehetővé, áthidalva ezzel a 8. gyerekek pályaválasztási nehézségeit. Mivel a szakképzési rendszert olyan módon alakítják át, illetve alakítjuk át, hogy egy kicsit a szakmák változnak, maga az intézményrendszer is változik, ezért úgy gondoltuk, hogy az általános iskolás kollégáknak, illetve a 8. osztályfőnököknek ez egy jó esemény lehet, egy segítség a továbbtanulásban, hogy tudják támogatni a 8. diákokat. A szakképzési rendszer átalakulásának egyik nagy lépése az lesz, hogy technikumok kerülnek kialakításra, és a következő tanévtől, a 2020-21-es tanévtől az érettségit adó képzést már technikumnak fogjuk hívni, ami 5 évessé alakul, és a szakmai képzést adott pedig szakképzőiskolának fogjuk nevezni. Évek számában nem nagy különbséget talán tapasztalhatunk az eddigiekhez képest, hiszen ha valaki technikusi végzettséget szeretett volna szerezni, ő most is 5 éves képzésben vett részt, csak annyi a különbség, hogy az érettségi után egy éves képzésben tovább tanulva tudta megszerezni a technikusi végzettségét, most pedig alapból technikummal fog iratkozni, aminek a képzési struktúrája az különbözik a mostani szakgimnáziumi képzéstől. Miben különbözik? Abban különbözik, hogy az első évfolyam még átjárható lesz, tehát 9. év végén meggondolhatja magát, hogyha valaki mégis úgy gondolja, hogy gimnáziumba szeretne menni, akkor át tud lépni a gimnáziumba. Sőt, gimnáziumból is, hogyha valaki úgy érzi, hogy inkább technikusi képzettséget szeretne szerezni, akkor át tud jönni, ami eddig nem volt lehetséges. Sőt, az is lehetséges, hogy a szakképzőintézmény 3 éves évfolyamáról 9. év végén valaki átmenjen technikusnak, és fordítva. Tehát azt a fajta döntési nehézséget, amit 8. meg kell hozni a gyerekeknek, segít egy kicsit áthidalni. Nem kell olyan gyorsan választaniuk, hogy már 8. le kell tenni az alapjait az ő további életének, hanem ráér még 9. év végéig gondolkozni. Ez egy fontos változás. 10. év végén a technikumban egy kompetenciatesztet fognak írni a tanulók, ami alapján szintén dönthetnek a további sorsukról. Azt gondolom, hogy ez a fajta átjárhatóság ez nagyon sokat segít a továbbtanulásban, illetve amiben még változik, az az, hogy a technikum esetében 12. év végén csak 3 tájból tesznek előrehozott érettségit a tanulók, és a következő, az 5. évfolyam végén fognak nyelvből és a választott szakmai tárgyból. A szakmai tárgy tulajdonképpen egy felmentést jelent, hiszen ha valaki megcsinálja a szakmai vizsgáját, akkor az lesz az 5. érettségi tárgya. Tehát ez a legnagyobb különbség az eddigiekhez képest. A diákok mit fognak érzékelni ebből a változásból? Semmit nem fog, hiszen aki amelyik képzési rendszerben kezdte, abban tudja befejezni. Ez azért is fontos, hiszen akkor évet kellene veszítenie, hogyha át akarná állni egy másik rendszerre, nem. Aki amiben kezdett, abban tud végezni, viszont akik jövőre kezdik a szakképzést, ők már érezni fogják ezt a fajta változást. Ami szintén nagyon fontos változás, hogy a 3 éves képzés esetén 9-ben még mindenki bent lesz tanműhelyben, ugyanígy a technikus esetében a 9-10-ben akkor még inkább a közismereti tárgyak és a benti tanműhelyi foglalkozások lesznek előtérbe helyezve, és a 3 éves képzés esetén 10-11-ben kerülnek igazdálkodó szervezethez, a technikum esetében pedig szintén a 11-től 11-12-13. Évfolyamban, viszont akkor komoly gyakorlati képzés vár rájuk. Miért volt szükség egyébként erre az átalakításra? Az átalakítást több dolog is szükségessé tette. Egyrészt az, hogy a munkaerőpiaci elvárásoknak így tud megfelelni a szakképzés rendszere. Egyrészt a digitális kompetencia fejlesztése az beépül, mely beépítésre kerül szinte minden szakmai tárgy esetében, illetve ebben a rendszerben van az a lehetőség, az a bizonyos szabadsávos mozgástér, ami a helyi igényeknek megfelelően lehetővé teszi a helyi gazdasági igényekhez való igazodást, akár egyes szakmák esetében is. És ugye nagyon sokat lehet olvasni az OKE rendszer megszűnéséről, ezzel tulajdonképpen mi a helyzet? Hát furcsa hangzik így, hogy megszűnik az OKE, átalakul, és más lesz a neve. Jelen pillanatban az eddigi OKE-t kiegészítették a mostani rendszernek egyes elemeivel, tehát mondjuk úgy, hogy kiegészítésre került, továbbfejlesztésre, de át fog alakulni teljesen, egészen más lesz a felépítése, más lesz a struktúrája, és más lesz majd az elnevezése. De ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek szakmák, nem lesznek szakképesítések, csak egy más rendszerben fogjuk kezelni őket. Erről vannak-e már konkrétumok?
Hát ami most megjelent szeptember 30-án OKE, abban már látszanak ezeknek a változásoknak az elemei, de a következő módosítás januárra várható, és akkor lesz egyértelmű. Mik ezek a változások egyébként, amik az OKE rendszerben most már beépítésre kerültek, és mire lehet még számítani? Hát több mint 700 szakmával dolgoztunk még a tavalyi évben. Ez lecsökkentésre került olyan 174 szakmára, ami alapszakképesítést jelent. Ezeket az alapszakképesítéseket csak iskolarendszerben lehet majd tanítani. Azokat a képzéseket, képesítéseket pedig, amelyek nem alapszakképesítésnek nevezhetők, hanem ilyen speciális ráépülésnek, vagy valamelyik gazdálkodó szervezet speciális igényének kialakított képzésnek, ezek kerülnek át felnőtt képzésbe, és ezeket a képzéseket majd felnőtt képzésben lehet oktatni, amennyiben az állami rendszer nem tudja ezt felvállalni. Fontos változás még az is, hogy a következő tanévtől minden tanuló, aki szakképző intézménybe jár, ösztöndíjban fog részesülni. Ezt az ösztöndíjat a 10. vagy 11. évfolyamtól felválthatja a munkaszerződés, ami sokkal erősebb forma a diákok számára. A tájékoztató résztvevőit Mészáros Attila is köszöntötte. Az önkormányzati képviselő a város pályaválasztási programját mutatta be, illetve azt a sokszínűséget, ami Székesfehérvár iskoláit jellemzi. Az elmúlt években nagyon jelentős változások történtek a szakképzési intézmények életében. Ennek két fő célja volt, az egyik, hogy korábban azt gondolom, hogy nagyon méltánytalanul elvesztett presztízsét megpróbálja az állam közösen az intézményekkel visszahozni a szakképzés a rangját, másrészt pedig nyilván az ipar változásával, gyorsulásával muszáj az intézményeknek is ehhez alakulni, és nagyon fontos, hogy egyre inkább gyakorlatorientált képzések legyenek a szakképzési intézményekben, ehhez pedig átalakításokra volt szükség az elmúlt években, ez még jelenleg is folyamatban van, hiszen nyilván egy nagy intézményi rendszer lassabban tud változni, mint ahogy ezt az ipar szeretné, és nagyon fontos, hogy az általános iskolák is képbe legyenek a tekintetben, hogy milyen lehetőségek vannak a szakképzés tekintetében. Én azt gondolom, hogy azt fontos megérteni mindenkinek, hogy van választási lehetőség, tehát nem csak a gimnáziumok vannak, szerencsére Székesfehérváron kiváló gimnáziumok vannak, de ugyanolyan kiválók a szakképzési intézményeink is, és nagyon komoly szakmai pályát lehet befutni egy szakképzési intézmény elvégzésével. Úgyhogy javaslom minden pályaválasztás előtt álló diáknak és szülőnek egyaránt, hogy jól nézzenek körbe itt Székesfehérváron, hiszen valóban kiváló intézmények vannak és kiváló lehetőségek, és az pedig néhány évvel ezelőtt elindítottunk pályaorientációs programot, annak pedig kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Minden általános iskolában és felsőbb évfolyamokon is elérhető ez a lehetőség, keressék az ezzel foglalkozó kollégákat, pedagógusokat állnak rendelkezésre, hiszen pályaválasztásban nagyon fontos segítséget tud adni ez a program. Az eseményen Fűrész István szakképzési szakértő arról beszélt az érdeklődőknek, hogy miként lehet és miért fontos elkezdeni a pályaorientációt már általános iskola alsó tagozatában. A pályaorientáció értelmezések körül nagyon szét kell nézni, és meg kell tudni különböztetni a pedagógus kollégáknak főleg, de a szülők számára is a pályaválasztás és a pályaorientáció közötti jelentős fogalmi különbséget, és szeretném bemutatni azokat az eszközöket, amik segítik a pályaorientációt. Ez nem iskolákat mutat be, nem pályákat mutat be, hanem az ember pálya megfelelés föltárását segítő fogalmakat, lehetőségeket. Ez azért fontos, mert mindenki csak a személyiségének megfelelő pálya gyakorlásában lehet sikeres és eredményes. Ezt az ember pálya megfelelés pedig természeti törvények határozzák meg, és társadalmi oldalról nehezen befolyásolható. Természetesen csak gazdaságilag reális szakmákra szabad orientálni, de ezen belül maximálisan figyelni kell arra, amit az előbb mondtam, hogy az ember pálya megfelelés megléte nélkül nincs sikeres pálya, nincs karrier, és nincs gazdasági hatékonyság sem. Egy fiatal, egy középiskola előtt álló kis általános iskolás honnan tudja, hogy mi legyen a későbbiekben? Csak akkor tudhatja meg hitelesen, hogyha nem tömöríti sem ő, sem a szülei, sem a tanárai, nem tömörítik egyetlen vagy néhány alkalomban a pályaválasztást előkészítő folyamatot, mert ez folyamat, itt egy olyan folyamat eredményeképpen tudhatja meg csak a tanuló, hogy mi legyen, ami elkezdődik az általános iskola alsó tagozatán, és intenzívvé válik a 7.-8. évfolyamban. Neki nem pályákat kell megismerni ahhoz, hogy tudjon dönteni,
hanem elsősorban önmagát. Minden pálya, minden jellemzője elfér egy számítógépnek egy gyufafejnyi térfogatában, de csak szakszerű segítséggel lehet megismerni azt, hogy mi lakik a tanulóban, milyen is a tanuló. És ha rendelkezésre állnak a pályaismereti elemek, ezek, amikre azt mondtam, hogy elférnek a számítógép egy morzsájában, és a tanuló föl van készítve arra, hogy válaszoljon egy számítógéppel támogatott tanácsadáson fölmerülő minden kérdésre, akkor hibátlan pontossággal meg lehet mondani, hogy neki milyen szakirány ajánlható. De ezek a lehetőségek, bármennyire kidolgozottak is, nem terjedtek el, mert kicsire a társadalmi igény. A közvélekedés arról szól, hogy a tanulmányi eredmény alapján meg lehet mondani, hogy kiből mi legyen. Esetleg figyelembe veszük még a családi hagyományokat, a környék munkahely lehetőségeit, de a valódi emberpálya megfelelés kialakítására nem törekednek. Tehát összefoglalva a tanuló csak akkor tudhatja meg, hogy mi legyen, hogyha igénybe veszi a tudományosan megalapozott pályatanácsadási lehetőségeket, és időt fordít arra, hogy egy hiteles tanács birtokába jusson. És ez működhet egyébként, hogyha mindenki azt az iránymutatást választja? A pályatanácsadás az objektív. Nagyon sok tapasztalat igazolja, hogy működik. Ellenkező példákat nem nagyon tudunk. Ez persze lehet most a saját lódicsérete a köznyelvi megfogalmazással élve, de mindenképpen el kell tudni rugaszkodni ma már attól, hogy hagyományok és egyéni megítélések alapján döntsön valaki. És így jutottunk el a kulcs szóhoz, hogy léteznek egyéni megítélésen alapuló döntések, meg tényeken alapuló döntések. A pályaválasztási döntést is tényekre kell alapozni, és nem egyéni megítélésekre, mint ahogy nagyjából ma még történik. Ugye említette, hogy ez egy tulajdonképpen alsós tagozattól tartó folyamat, igen, de mégis egy számítógépes tesztet kell kitölteniük a gyerekeknek. Az az egész folyamat, ez hogyan néz ki a gyakorlatban? A végén, a folyamat végén ajánljuk az egyéni számítógépes tanácsadást, ahol nem egy tesztet, hanem nagyon sok tesztet kell kitölteni, és a sok teszt összegzéséből áll össze egy ajánlat. Az alsóba gyerekek járnak, a felsősökre már azt mondjuk, hogy tanulók, bár őket is ugyanúgy szeretjük, mint a gyerekeket, de azért hangsúlyozom a gyerek szót, mert a gyerek munkája, a gyerek eszköze, a gyerek lehetősége a játék. Tehát játékos foglalkozásokkal kell elkezdeni, és indirekt módon nem kell tudnia a tanulónak azt elsőben, másodikban, negyedikben, hogy ez most egy pályaválasztási célú foglalkozás. Sőt, felsőben is minden évben lehet úgy történelem, földrajz, meg akármilyen órát tartani, hogy szó sincs arról, hogy pályaorientáció, ki sem mondjuk, de mégis ezzel a témával foglalkozunk. Az ember tragédiájától kezdve vissza az ókorig, az egész irodalom tele van pályorientációs vonatkozású dolgokkal. De a földrajzot is lehet úgy tanítani, meg bármilyen tantárgyat, hogy az orientál pályára. Tehát a játéktól az indirekt eszközökön át kell eljutni a direkt pályatanácsadási eszközökhöz. És akkor valóban folyamat lesz, és nem sűrűsödik be a dolog egy-két hát kockázatos tanácsadásban, mert az lehet kockázatos a módszer miatt, az időkorlát miatt, a tanuló vagy a tanácsadó pillanatnyi hangulata, idegállapota miatt is. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Kétféle pálya orientáció van, ami valóban orientál, a másik része az pedig nagyjából befér a toborzás szó alá. Na most a toborzás az nem pályorientáció, az nem visz a siker irányába, nem visz a gazdasági hatékonyság irányába sem. A lényeg az, hogy a tanulót soha ne tekintsük egy folyamat tárgyának, egy pályorientációs folyamat tárgyának, hanem alanyának kezeljük. Ugye az alany, ugye, hogy ez a nyelvtanból is következne, cselekvő, tehát cselekvő részesévé kell tennünk a tanulót a pályorientációnak. Erre törekszünk.